Egymás között megbeszélhetjük, kinek van. Ugye a terhesség, a várandóság az egy olyan időszak, ami bizony kihozhatja a viszereket. Van, nekem is van. Hál' Istennek nem túl sok és nem túl nagy, de van. Sokat álltam, és nyilván a terhesség ideje alatt nekem is megerősödött, és hát úgy vigyázni kellett, mert adásul Gergő nyári gyerek. Iszonyatosan nagyon meleg volt, és kánikula volt pont a terhességem legvégén. És Annának? Én nekem, hál' Istennek, sok minden bajom van, nem akarok felvágni, de viszél az nem jellemző. Van egy kicsi itten a bokám körül, és főleg melegbe érzem, amikor nagyon kánikula van és meleg van, akkor úgy érzem egy kicsit, hogy ott van valami, ami nem oda van. Ugye az az egyik legfontosabb kérdés talán a viszérrel kapcsolatban, hogy mikor esztétikai és mikor egészségügyi probléma. Tehát nyilván, amikor egy kicsit zavar minket, mert valamit ott látok a lábamon, akkor nem biztos, hogy azzal orvosi szempontból kell foglalkozni. Így van, szerencsés, akinek nincs viszere, a lakosságnak, illetve a nőknek tulajdonképpen majdnem 20%-ánál lehet erről a betegségről, ha már ezt betegségnek nevezzük, egyáltalán beszélni. Főleg ezek a hajszálerek igen gyakoriak már a fiatalkorban is, és a fiatalkorban valóban csak esztétikai problémát jelenthetnek, de a később az idő előre haladtával egyre vékonyabb lesz ezek felett a kis ér tágulatok felett a bőr, és később akár vérzéses problémákat is okozhatnak. Tehát a kor előre haladtával a 70 év feletti lakosság között már majdnem minden második embernek van valamilyen mértékű viszeressége, és akkor már inkább ezek a kidudorodó kanyargós viszerek is jelentkeznek, ami viszont már komoly egészségügyi problémát rejthet magában. Ezek már betrombotizálhatnak, begyulladhatnak, és ebből komolyabb mélyvénás trombózis, akár tüdőembólia is lehet. Nyilván, ami az életet is veszélyezteteti. Igen, ne szaladjunk ennyire előre, és ne ijesszünk, hogy ennyire nézzük. Egy nyilván hajlam is kell azért hozzá. Olyan. És férfiaknál vagy nőknél gyakori, mert ugye itt most hölgyekről beszélgetünk, de hát azért férfiak is szenvedhetnek így ettől. Van. A genetikai hajlam az öröklődik. Női ágon erőteljesebben öröklődik, és a nőknél természetes, hogy ez gyakoribb előfordulást okoz, hiszen a hormonális változások azok igencsak belejátszanak ebbe az értágulat kialakulásba, ellazulnak a kötőszövetek a terhesség alatt, vagy akár a klimax idején is, és ilyenkor hajlamosabbak ezekre kitágulni, megjelennek a viszerek még azoknál is, akiknél addig ez nem fordult elő. Ha minden igaz, van egy telefonálónk. Haló, jó napot kívánok, hall minket? Igen, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hogy szólíthatom? Mi a keresztneve? Judit vagyok. Judit, akkor hallgatjuk a kérdését. A lányom ügyében szeretnék a doktornőnek egy kérdést föltenni. A lányom babát vár, és nagyon gyakran fájlalja azt a lábát, amelyiken az előző szülése alkalmával bizonyos csomók, viszerek megjelentek. Akkor ő elment orvoshoz, és az orvos azt mondta, hogy ha amennyiben még szeretne gyermeket, akkor ne foglalkozzon addig vele, majd csak a következő szülés után. Igen, ám csak mostanában gyakran fáj a lába. Kérdés az, hogy tényleg nem lehet addig semmit tenni, vagy pedig valamit tehető a szülés előtt is, a fájdalom ellen és a viszerek ellen. Hát köszönöm ezt a kérdést, mert tényleg ez egy jelentős probléma. Nagyon gyakran kollégák is javasolják, hogyha még valaki babát akar, akkor ne foglalkozzon addig a viszerével, úgyis lesz még majd viszér, ami megjelenik a terhesség után. Ez ma már egy túlhaladott álláspont. Igenis, hogy foglalkozni kell, kezelni kell a viszereket az újabb terhesség vállalása előtt, hiszen amikor már valaki babát vár, akkor bármilyen komplikáció jön, az sokkal nehezebb megoldani. Tehát a szülés után, a szoptatás befejezése után rendbe kell tetetni ezeket a viszereket, meg kell szüntetni ezeket, főleg a kanyargós, kidudorodó, már panaszt is okozó viszereket akár meg is kell operáltatni. Annak ismeretében, hogy a szülés egy újabb terhesség megint csak előidézheti arra azt, hogy megjelenjenek, de akkor már injekciózhatóak, tehát sokkal kisebb beavatkozással meg lehet ezeket szüntetni, és nem okoznak komoly problémát most a terhességgel. Most Judit lányának mit javasol, hiszen most várandós, tehát már előjött ez a probléma. Ha már valaki várandos, akkor már csak tüneti kezelést lehet végezni, ami azt jelenti, hogy kompressziós harisnyát kell hordani. Ez gyógyászati segédeszközboltban kapható, egy 140-es combfixet tudnék javasolni, amit viseljen a terhesség alatt is már, és feltétlenül a szülés alatt is. Akár természetes úton történik a szülés, akár a császármetszés a választott megoldás, mindenféleképpen a szülés alatt és a gyerekágyban is viselni kell ezt a kompressziós harisnyát. És még egy dolog, hogyha panaszos a terület,
akkor liotonnal kenegetheti, valami heparin tartalmú krémmel kenegetheti, és jegelje azt a területet. Mondta Zsuzsanna, hogy ez örökletes, főleg női ágon. Mit tegyen az, akinek még nincs viszere, viszont az édesanyjának, nagymamájának van? Tehát hogyan lehet megelőzni? Hát ez nagyon nehéz kérdés, igazán 100%-os megoldás nincs, amivel biztos, hogy lehet javítani, vagy kitolni ennek a viszér megjelenésnek az idejét, az az, hogyha valaki lehetőleg nem sokat áll egy helyben, nem ül forró vízbe, nem szaunázik, naposztatja sokat az alsó végtagját, és hát egy helyben állva terhekkel ez mindenféleképpen hajlamosít a viszérre, és hát a túlsúly, mint tudjuk, azért az egy elég komoly tényező. Köszönjük szépen Juditnak közben a kérdést, reméljük, hogy kielégítő volt a doktornő válasz. Egy picit beszéljünk még, ugye itt említettünk az egészségügyi problémáról, vagy beszéltünk az egészségügyi problémáról, de mi van akkor, hogyha ez egy esztétikai probléma, egy seprű véna, ami mondjuk egész egyszerűen zavarja a hölgyet, hogy látszik a lábán. Ilyenkor is tudunk segíteni. Ma már vannak olyan megoldások, amik a kisereg méretétől függően más-más módon eltüntetik ezeket. A nagyobb méretű, 1 mm átmérőjű ágaknak a szkleroterápiája az mindenféleképpen egy hatékony módszer. Nagyon vékony tűvel megszúrjuk az ereket, és egy olyan anyagot adunk be, ami belülről összetapasztja ezeknek az ereknek a belsejét, és nem tud belemenni a vér, eltűnnek, felszívódnak. Ez az injekciós megoldás, az ennél kisebb erek, amik már ilyen tűvel nem szúrhatók meg, azok pedig valamilyen szkleroterápia, vagy valamilyen lézeres, vagy rádiófrekvenciás kezeléssel kezelhetők, amikor ez nem egy bőrbe beszúrós módszer, hanem bőrön keresztül tudjuk kezelni és eltüntetni ezeket a kisereket. És véglegesen el lehet tüntetni? Hát végleges megoldás sajnos nincs. Ez egy rossz hír, amit el kell mondanom. Végleges, 100%-os megoldás nincs. Másutt is nyílhatnak ezek az erek környéken, máshol, bárhol a testen, illetve hát maguk a kezelt erek is újra megnyílhatnak, de hát olyan, mint ahogy az ember eljár kozmetikushoz, fodrászhoz, csak ez egy kicsit ritkábban karban lehet tartani ezeket a területeket. Köszönjük szépen doktornőnek egyelőre, de egész adásidő alatt hívhatják őt. Ha van kérdésük, 061 759 5500 a telefonszámunk, telefonáljanak bátran.